A képzőművészet után most az irodalom irányába kanyarodunk, ugyanis nemzetközi sztárírók és a hazai kulturális élet színe java érkezik a Pestex Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztiválra. A tegnaptól egészen jövő hét szombatig tartó eseményt negyedik alkalommal szervezi meg a Magyar Irodalmi Szerzői Jogvédő és Jogkezelő Egyesület a Petőfi Kulturális Ügynökség szakmai közreműködésével. A Pestexen az irodalom mellett az összművészeti produkciók is fontos szerepet kapnak. A fesztivál érdekességeiről Kis A. Krisztával és Pál Dániel Leventével beszélgetünk. Sziasztok! 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 Tegnap indult a fesztivál, és hát egy igazi nagyágyúval beszélgettetek, Szorokinnal láthattak a nézők egy beszélgetést, de még mielőtt rátérnénk a részletekre, meséljetek nekünk arról, hogy mi ennek a fesztiválnak a célkitűzése. Jó, rendben, akkor elkezdem általánosságban. Hát alapvetően az, hogy a világirodalmat még közelebb hozzuk a magyar olvasóközönséghez, kiemelt helyen kezeljük a műfordításokat, a műfordítókat, mivel ugye az ő munkájuk nélkül nem beszélhetnénk világirodalomról, és a személyes találkozásoknak a lehetővé tétele ezekkel a szerzőkkel. 70 fellépővel és több mint 35 programmal készültök. Szoroként már említettük, rajta kívül még kik azok a nevek, akiket mindenképp érdemes megemlíteni, hiszen igazi nagy ágyúk is érkeznek majd. Jonathan Kaller, irodalomtudós, aki fogyaszthatóvá tette az irodalom elméletet, maga módján rockstar, Erlend Ló. Sjón, izlandi szerző, Mircea Cărtărescu, román szerző, Mario Bár, norvég szerző, így talán őket emelném ki elsősorban. Szólunk most előre, hogy akit érdekel, megnézi a programot, bármelyikükre lecsap, előregisztráljon, mert tegnap a Sorokin Ester 300-an akartak volna bejönni egy 150 fős terembe, 170-en végül befértek, többiek meg fönt nézték képernyőről. Igen, azt gondolom, hogy Sorokin egy olyan író, aki több helyről is... esély van erre. Azt mondja, hogy nem nagy számokkal, tehát ez nem egy Budapest park, ahol meg kell tölteni 10 000 emberrel, de... egy 150 fős teremben dupla annyian jönnek a többieknél, is esélyes ez. Tehát ezek azért tényleg nagyon nagy nevek a világirodalomban. Igen, Sorokin több helyről is ismerős lehet az olvasóknak, akár színházból, vagy akár csak a könyveiből, de egyébként a felsorolt nevek közül kik azok, akiknek a művei a legolvasottabbak szerintetek Magyarországon, és kik azok, akikkel még csak ismerkednek a könyvmolyok hazánkban? Én úgy gondolom, hogy Erlend Ló az egyik legismertebb a felsoroltak között, és még nem említettem a korábbi felsorolásban Max Portert, ő is nagyon híres, illetve Mario Bár is nagyon olvasott és kedvelt itthon. De hogy látjátok, mondjuk milyen tényezők befolyásolják egy kortárs külföldi író sikerét Magyarországon? Mondjuk a szakmai díjakat figyeli az olvasóközönség, vagy a filmes feldolgozások által találják meg őket, mi tud számítani? A film az mindig nagyon sokat számít. Volt a Csernobil minisorozat, addig nagyon-nagyon kevesen olvasták a Svetlana Alexievicsnek a tényregényét, a Csernobili imát. Már előtte is olvastam, csak büszkélkedek. Nagyon kevesen, nagyon kevesek közé tartozol. A Csernobil után ki volt írva, hogy kinek a műve alapján, azonnal tömegek vették meg, mert tetszett, nagyon jó sorozatot csináltak be. De egy rossz film ugyanígy le tudja húzni. Hát akkor miért lenne érdekes? A divatja lesz. Külföldi díjak nagyon-nagyon keveset számítanak, az egy Nobelt, az egy Man Booker díjat kap, International Man Booker, Goncourt díjat Pulitzer kap. Ugyanazt a szűk réteget érinti, aki tudja, hogy mi annak a díjnak a súlya. Valahogy divatja lesz, valaki ajánlja, leginkább az ajánló. Ajánlja egy híres tévés személyiség, ajánlja egy híres író, akinek van egy akár több ezres, több tízezres Facebook követői bázisa, vagy akár tévés közönsége, akkor annak elmegy a híre, azokat fogják olvasni, azt mondja, hogy nagyon jó. És hát akkor itt is a Pestexten lehet ismerkedni írókkal, kortársakkal. Egyébként hogy épülnek fel ezek az irodalmi események nálatok? Ugye említettem Max Portert, vele például Tóth Benedek az egyik fordítója fog beszélgetni, ami ugye azért nagyon érdekes, mert hát ő, mint műfordító fogja faggatni, esetleg ugye neki egy nagyon kísérletező, nagyon formabontó prózanyelve van, és esetleg arról is szó lehet, hogy hogyan sikerült magyarra átültetni ezt a szöveget, de alapvetően arra törekszünk minden beszélgetés, hát szervezésénél, hogy magyar szerzők üljenek le a külföldi szerzőkkel, hogy igazából ezt a két világ találkozását egy kicsit
a közönség láthassa. Kicsit úgy is lehet mondani, hogy szerelmeket akarunk összehozni, ezt nagyon sokszor meg tudtuk csinálni. Nem felkérünk egy profi irodalmárt, vagy egy profi fordítót, vagy egy profi műsorvezetőt, hogy te faggasd őt, mert akkor a profi fogja magát, felkészül, végigolvasa, összerak egy kérdéssort, aztán nagyon szép íve lesz az egésznek, hanem valakit, akiről tudjuk, azért ennyire belterjes a szakmánk, hogy ő régóta szereti, a mániája, mindenhol ajánlja, és olyan embereket próbálunk a szerelmes olvasót a szeretett író mellé, mert akkor rögtön egy egészen más hangulatú, intimebb. És egy szerelmes közönséget is. Igen. Kiknek ajánljátok leginkább egyébként ezt a fesztivált? Világirodalom olvasóknak, fogyasztóknak, hát nem is tudom. Akik nyitottak arra, hogy mi zajlik körülöttünk. Ez sokkal lárpurlárabb fesztivál. Itt nem könyveket akarnak kiadók eladni, hanem találkozásokat akarunk összehozni. Ez talán a legfontosabb. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttetek, és sikeres fesztivált kívánok. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.